December 1-én került sor az Ápolás Ezer Arca elnevezésű ápolás szakmai napra, mely a 60. Grassalkovics Művelődési Házban került megrendezésre. Mikulás ünnepséget tartottak Szada főterén december 3-án, a Faluházban pedig az Advent Szadán elnevezésű programsorozat második állomásaként kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket. Már a 25. Mikulás kupát rendezték meg Kistarcsán a Városi Tanuszodában december 3-án. A megközelítőleg 200 versenyző 6 korosztályban és 5 versenyszámban adott számot tudásáról. December 7-én tartották Szadán az Idősek Napja alkalmából megrendezett zenés ünnepséget a Faluházban. A megjelenteket Tóth Éva és Löblansz Győző opera és operett énekesek szórakoztatták.